Egy bemutatkozást kérnék szépen? Spiság György vagyok, Tiszafüred városi jegyzője. Mi történt itt az elmúlt het hét alatt? Összinten leszek, mai nap kaptunk először információt arról, hogy Tiszafüred közigazgatási területén egy embere is veszélyes fertőzés történt. Ma reggel délelőtt 9 óra körül szereztem erről tudomást, és onnan egy picit fölgyorsultak az események. Ma itt állunk délután 5 órakor Kócsújfalon. Kócsújfalú területéhez tartozó legelőn felfedezték a fertőzést. Öt ember van jelenleg kórházi kezelés alatt, akin bőrantrax fertőzést diagnosztizáltak. Mai nap folyamán itt a lakosokat, közel 150 lakos él itt Kócsújfalú, Tiszafüred Kócsújfalón. Őket Tiszafüred a város polgármestere próbálta a rendelkezésünkre álló információkról tájékoztatni. Őszinte leszek, nagyon kevés információnk van, mert ez idáig hivatalos helyről hatóságoktól semmilyen információval nem rendelkeztünk. Itt most ezen a lakossági fórumon megjelent dr. Koska Gábor állatorvos úr, aki megnyugtatta a lakosokat a tekintetben, hogy az állatállomány, akik érintkezhettek ezzel az állományjal, illetve ezzel a területtel, azok leoltásra kerültek, 21 napos karantént rendeltek el, tehát az állatállomány az biztosított. A humán problémák ő, mivel nem szakorvosa, nem szakember, nem tud nyilatkozni. Annyit mondott el itt mindenki meglepetettségére, kérdésre válaszként, hogy az állatokat, tehát több állatot vágtak le, fertőzött, kimutatottan fertőzött állatokat, itt a legelőn vágták le és mérték szét, majd ez a húsállomány bekerült Tiszafüredre, egyelőre tisztázatlan körülmények között, és ott a, a terület, terület, tulaj, területet használó cég fagyasztóládákban tárolta a húsokat. Innen a húsok most per pillanat elszállításra kerültek, megsemmisítésre. Állítólagosan ezekben a húsokban is kimutatható a fertőzés. Ebből a, ebből a levágott húsokból kapott ugye a közétkeztetés is? Mint ahogy jeleztem, kevés az információnk, annyit tudunk elmondani, hogy, hogy a fekete vágásból, hogy köznyelven beszéljek, a fekete vágásból került hús jelentős mennyiségbe az egyik közétkeztetést végző céghez, aki az elmúlt hetekben ebből főzött. Hány gyereket érint a Pontos számot nem tudok, több száz gyerekről beszélünk. Köszönöm szépen.